elkészítette a horoszkópját, amelyben az állt. Ő valamikor fémműves volt. Bár gyerekkorában sokat és jól rajzolt Hábarakonyi Klára, aki a korábbi pécsi műszaki főiskolán ábrázoló geometriát is tanított, mégis valamiért a zománc technika mellett kötött ki. Megcsináltattam a horoszkópomat, és az 1600-as években én ilyen fémműves voltam valahol itt az Európa déli féltekényen, déli részén, és hát akkor, hogyha ez így van, hát akkor én nekem ezt kell tudni, és akkor én ezt tudom is csinálni. És ha így álltam hozzá, akkor így is volt. Úgyhogy hogy semmi nehézséget nem okozott, illetve ha okozott, kaptam segítséget ott Kecskeméten, és azonnal tudtam térbe is gondolkodni, meg síkba is, meg különböző színekkel foglalkozni, meg különböző anyagokkal. Úgyhogy hogy nagyon-nagyon élveztem, megmondom őszintén, nagyon élveztem, és ezért sikerültek nekem olyan munkákat létrehozni, amit szívesen mutatok meg másnak is, meg úgy tűnt, hogy a szakmának is tetszett. Azt mondja, a művész személyes és banális oka van annak, hogy a tűzzománc mellett horgonyzott le. Művei láttán senki nem gondolná, hogy annak idején őt a zománc egyáltalán nem érdekelte. A Túri Endre, aki a Kecskeméti Zománc műhelynek a vezetője volt, és nekem évfolyamtársam volt a képzőművészeti főiskolán, mondhatom, hogy csoporttársam, és ő keresett meg 97-ben, 98-ban, hogy lejött Pécsre, mert akkor a Horváth Olivér volt az, aki Pécset zománcozott. Őt kereste meg ővele beszélgettek erről, és akkor ugye, mint régi osztálytársak találkoztunk, és mondta, hogy hát ha lenne kedvem, akkor menjek el Kecskemétre. Hát mondom, én a zománcot akkor annyira nem is gondoltam, hogy az egy ilyen nagyon komoly dolog, mert valahogy nem tetszett ez nekem. Viszont mikor elmentem Kecskemétre, és ott megláttam, hogy egyrészt már milyen gyűjteményük van, egyrészt, hogy hogyan dolgoznak, mivel dolgoznak, és hogy mennyi segítséget adnak annak a művésznek, aki most csöppen bele ebbe az egészbe, hát akkor azt mondtam, hogy jó, kipróbálom, és akkor ott ragadtam. És olyannyira, hogy az én alkotói tevékenységemnek úgy gondoltam, hogy ez a lételeme. Család, tanítás és egyéb tevékenységek ellenére a tűzzománcra és azzal való alkotásra mindig sok időt szánt. A szenvedélyévé vált ez az alkotói művészi munka. A képzőművészeti tevékenység, akár a zománc, akár a festészet, akár a litográfia, tehát a sokszorosított grafika volt a feladatom. Én azért ezeket nagyon szívesen és sok időt rászentelve csináltam. Úgyhogy ez alatt az 50 év alatt úgy gondolom, hogy összeállt egy olyan kép rólam, hogy ki is az a Barakonyi, mit is csinált eddig, és hát azért ezt én időnként meg is mutattam, de most ezek a kiállítások, amik ebben a galériában, meg a kis galériában is vannak,
ezek a számomra is egy ilyen összegző jelleggel mutatják meg, hogy mit is csináltam ez alatt az 50 év alatt. Bár azt mondja, 80 évesen már kicsit lassítani akar, de nem megállni. Ősei között sokan hosszú életet éltek meg, többek között most erre is pályázik. Hábarakonyi Klára képzőművész életmű kiállítása a jubileum alkalmából egy másik helyszínen, a Civil Közösségek Háza Gebauer galériájában is látható. A most bemutatott alkotások Pécsen a Művészetek Házában megtekinthetők.